Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok és ebben a videóban szeretném nektek bemutatni azt a helyiséget, ahol a legtöbb időmet töltöm. Elég sokan kértétek igazából tőlem, hogy mikor lesz már ilyesmi setup videó, úgyhogy lássuk is, hogy mit akar ez az ajtó. Bazd meg! Voilà, megérkeztünk gyerekek. Nem máshova, mint a szobámba. Igen, gyerekek, itt szoktam felvenni a videóimnak a nagy részét. Először is szeretném elmondani a videó legelején, hogy a leírásban minden egyes specifikáció a gépemmel kapcsolatosan, meg minden hardware, szoftver, amit használok, az a leírásban megtalálható lesz. Azoknak az elkerülése véget, hogy a kommentekbe írjátok, hogy ez mi, az mi, stb. és mindenről el fogom mondani a véleményemet. Úgyhogy kezdjünk is bele akkor, hogyha a setup-pal szemben állunk, akkor láthatjátok, hogy egy három monitoros rendszert használok jelenleg. Egyébként egy IKEA asztalt használok, ami fehér színű, és szerettem volna egy ha ez ilyen elalakban megoldható, viszont sajnálatos módon pénzkérdése volt az egész, így hát sajnos erre a dologra esett a választásom, ami egyébként nem egy rossz, de eléggé szűkös egyébként az asztalon a dolgok. Úgyhogy kezdjünk is bele igazából az asztal jobb oldalától, és bemutatok mindent, amit tudok. Itt található egy PS4 500 gigás, egy sima PS4-es kontrollerrel. Ezt nagyon szépen köszönöm egyébként a fő támogatómnak, a FIFA nevezeti oldalnak, és nektek is, hogy sikerült ehhez hozzájutni. Itt található egy elég kisméretű LG TV, amelyet 60%-kal olcsóbban sikerült hozzájutnom, vagy 60%-kal olcsóbban vásároltam egy egri műszaki szaküzletben, annak jó volt voltából tulajdonképpen, ami eléggé nagy hátrány, hogy ott egy kis pixel hiba található benne, de azért szerintem 60%-kal olcsóbban eléggé megérte ez a bizonyos TV, főleg, hogy keveset használom a PS-t. A leírásban megtalálható lesz egyébként az Origin, valamint a PSS felhasználó nevem is, tehát aki esetleg akar az mindenképpen fel tud venni, vagy beszélgetni, vagy bármi ilyesmi. Bemutatom a játékaimat is, egyébként FIFA 16, FIFA 17, Beta, Uncharted 4, Last of Us és Order, tehát nagyon keveset szoktam játszani, egyedül az Uncharted 4-et játszottam végig ezen a konzolon. Lépjünk akkor tovább a második kijelzőre, ami nem más, mint egy LG W2242, T kötője, PF nevezetű monitor, amely 1680x1050-es felbontásra képes. Igazából ez egy régi monitorom, de felhoztam ide, ugyanis ö, majd az élő adásokban rendkívül sok segítséget fog nekem nyújtani azon ö, okból, hogy elolvassam a kommentjeiteket, meg minden ilyesmit, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen másodlagos monitor lesz. Itt van az elsődleges monitorom, ami nem más, mint egy Asus VG 248Q elnevezetű 144 Hz-es 3D monitor, valamint ezen található egy ilyen Logitech C525 nevezetű webkamera, ami 720p-ben tud rögzíteni, elég rossz minőségben, ezt mindenképpen szeretném a későbbiekben lecserélni. Elnézést szeretnék kérni igazából így videó közben, azzal kapcsolatosan, hogy a fények esetlegesen elég rosszul működnek, nem tudok ezzel mit tenni, mert softboxokat kéne szerezni, de sajnos az elég pénzes dolog. Úgyhogy itt van a következő termékek tulajdonképpen, amiket beszeretnék mutatni, ami nem más, mint egy Western Digital nevezetű egy vagy két terabájtos külső Winchester. Ezt akkor szoktam használni, hogyha elutazok valahova, és szeretném a videóimat magammal vinni, valamint egy iPod is található, amin ugye zenéket szoktam hallgatni, főleg edzés közben. Itt található egy telefontartó, itt ugye egy Xbox 360-as vezetékes kontroller, amit a fifázáshoz szoktam használni ugye a számítógépen, és most szeretném bemutatni nektek a világ legrosszabb vásárlását, amit idáig tettem, az pedig nem más, mint egy Cougar 200k nevezetű billentyűzet, magyar kiosztású egyébként. Sajnálatos módon már szerintem láthatjátok, hogy mi a hiba. Három hét után gyerekek így lekopott rajta a festék, nem tudok vele mit csinálni, írtam a cégnek, ahol vásároltam, mindösszesen annyit mondtak, hogy elhasználódás miatt történt ez, azon okokból, úgyhogy ezzel nem tudnak mit kezdeni, hát sajnálom. Egyébként rend kívül jó billentyűzetről beszélünk ezen negatív okokból tulajdonképpen ez, amit fel tudok hozni, a tényleg lekopott, viszont nagyon halk, és több színben állítható. Úgyhogy meg vagyok vele egyébként ezen kívül elégedve, mert hogyha játszom, akkor nem lehet belehallani a billentyűzetnek a hangját. Lépjünk is tovább, itt található a SteelSeries QCK Plus egérpadon, valamint egy Zovi EC2A nevezetű egér, ami ugye a BenQ jóvoltából érkezett tulajdonképpen, ez 2016-ban jelent meg tulajdonképpen, és ezt akkor vásároltam, mikor a cségót egy kicsit komolyabban elkezdtem űzni, úgyhogy mindenképpen meg vagyok vele elégedve, és egyébként én 400 dp-n használom. Lépjünk is tovább akkor a mikrofonra és a tartozékokra. Ez nem más, mint egy New World nevezetű IBM vásárolt ilyen mikrofon Állvány, vagy hogy is mondjam nektek, valamint egy popfilter és egy Audamix 900B nevezetű mikrofon, valamint itt található egy jiszkes szék, vagy jiszk ki, hogy hívja igazából, de akkor lépjünk is tovább a main füleseimre, ami nem más, mint egy HyperX Cloud 2 piros-fekete változat, valamint egy Razer Kraken, green tulajdonképpen, ez nem a pro változat, tehát ez egy sima, nincs hozzá mikrofon, mindösszesen ennyi a különbség. Itt található parfümök, irattartó, stb. stb. oldó, amikhez esetleg szükségem lehet. Valamint itt lent található egy ilyen TP-Link Archer C5 nevezetű kis router, ami majd a gigabites netet fogja tulajdonképpen működtetni. Itt látható a számítógépem, csodálatosan elment egyébként a szín. Erről igazából annyit fontos tudni, hogy i7-4790K, valamint egy GTX 970 és 16 GB található benne. Amit még nem mutattam be egyébként, az ugye a többi a géppel kapcsolatosan, de ezt a leírásban majd megtaláljátok. Itt a monitor mögött található egy ilyen Manfrotto Compact Action nevezetű állvány, amelyre a kamerámat fogom majd feltenni, ha lesz, viszont most jelenleg ugye a telefonommal veszem a webkamerát, valamint ezt a videót is, ami egy LG G4, úgyhogy ezt használom, és ezért van leszedve a teteje. Ott van egyébként egy ilyen elosztó, meg egy ilyen ö, bizonyos... Ö, mi a franc lámpa, úgyhogy lépjünk is tovább. Amit még fontos bemutatni, az nem más, mint a green screen, ami ilyen megoldással van igazából ellátva, valamint egy Uncharted 4-es poszter, amiben látszódom, és egy Batman-es poszter. De akkor menjünk is igazából, itt található egy ilyen négy elemből álló bizonyos polc, valamint dobozok. Az első elemben igazából található egy iPod töltő, egy pénztárca, egy távirányító, egy kulcs, egy ilyen kis kispárna, valamint egy PS töltő és PS ö, fülhallgató. Itt tovább mente láthatunk plusz amit a barátnőmtől kaptam, és ezek mögött vannak bizonyos játékok, valamint filmek, sorozatok, amiket szeretek, mint például a szökés is. A harmadik polcon található kettő darab Pendrive, egy ilyen iPod ö, bizonyos ö, tartó, vagy valami ilyesmi, valamint egy i7 ugye, processzoromnak a doboza, a, különböző perifériáknak a doboza nagy vonalakban. Tovább menve itt látható a barátnőm ezen a fényképen, valamint egy ilyen selfie botnak az akármilyen, ilyen kapcsolója, valamint zseppi, PS4 előfizetés és gyerekek, ezt valamelyik nap találtam meg, úgyhogy ezt muszáj nektek megmutatnom. Hát ő, Krisztián úgy nézett ki ezen a képen, mint egy falhoz vert lófasz, mondjuk nem mintha most máshogy néznék ki, de sajnos ez így alakult, ez egy ilyen focis akármi volt, és tulajdonképpen ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani ezzel a videóval kapcsolatosan. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte, nagyszerű, most már nem is fókuszál a telefon, úgyhogy ennyi lett volna tényleg. Hogyha esetleg tetszett nektek ez a kis bemutató, akkor mindenképpen jelezzétek egy lájkal, like és írjátok le a véleményeteket kommentben. Én Krisztián voltam, ott fogok elköszönni gyerekek, hogyha végre befókuszál ez a valami. Így igaz, én Krisztián voltam, sziasztok!